Sziasztok! Amivel most horgászok, ez egy egészen új cucc, már a bot, most vettem a Facebookon, hát használtnak hirdették, de gyakorlatilag teljesen karcmentes, vadonatúj állapotban van a kis pálca. Annyit kell róla tudni, hogy én még ilyen pilicka botot még életemben nem láttam. Ez 175 cm hosszú mindössze, és hát 3-10 g a dobósúlya, de egy kicsit olyan, hát szóval spiccakciósnak van ez hirdetve, de szerintem olyan kis lityi-lötyi, szerintem ilyen kis wobbleres pálca. Most tettem rá egy 2500-as kaldiát, tehát ez óriási rá ez az orsó, ez nem erre a botra való, de 6-os fonott zsinór van rajta, 0.6-os Power Pro, de én ezt egy 1000-es méretű orsóval szeretném majd használni, és monofil, 14-es, 16-os monofil zsinort szeretnék majd az orsó dobjára csévélni, úgy szeretném majd használni. Kihoztam letesztelni, hát ha fogok vele itt a battai középső zúgónál egy kis süllőcskét, vagy egy kis kősüllőt. Még mindig a 116 centis csuka hatása alatt állok, az egész történést ezerszer és ezerszer újra éltem már. Az összes hibát, mit csináltam volna másképp, mit nem tudtam másképp csinálni. Még mindig foglalkoztat a dolog, de végeredményben a hal visszanyerte a szabadságát, és ezt tartom a leglényegesebbnek és a legfontosabbnak. Nem nagyon látok halmozgást. Itt azért szoktak a balinok, jászok, domolykók elég látványos rablásokat csinálni. Most ezt nem nagyon látom. Kis halakat se látom annyira mozogni, mint ahogy szoktuk. Na, most talán valamit fogtam? Gyerekek, valamit fogtam. Valami rácsimpaszkodott. Vagy igen, ez hal, ez határozottan halacska. Ó, hát egy szebb köves, kösüllőt fogott az új pálca, a Daiwa Ballistic pálca. Hát igen, ez egy kösüllő, ez egyértelmű. Ez egyértelmű. Na gyere! Na ezért nem szeretem a merítőhálót. Gyors fotót lövünk azért a halacskáról. Mielőtt visszaengedjük, mert természetesen visszamegy, és akkor ezt valahogy így elrendezzük. Azt hiszem, hogy sikerült is a fotó. És akkor megy is vissza szépen a halacska. Na menjél! Ódni! Butus! Úgy! Menj szépen! Arra menjél!
még nincs teljesen magánál, jó van. Hát gyerekek, akárhogy is nézzük, ez nem ment lassan. Azt is mondhatnám, hogy gyorsan ment, és így talán helyesebb is a mondatszerkezet. És most megpróbáljuk kiszabadítani a rossz szememmel, mert állítólag ebbe a gumis hálóba nem akad el a horog, de hát én most azt látom, hogy ugyanúgy elakad benne, mint a szimpla merítőnél. Látni se látok. Na, kiszabadítottuk. Azt hiszem, hogy ezt a merítőhálót ezekre a halakra nem fogom használni, mert szerintem több kárt csinálok vele, mint hasznot. Na, tehát itt van a botocska. Rajta szerintem abszolút mértékben bothoz nem élő hatalmas 2500-as orsóval, ez majd le lesz cserélve. Tehát Daiwa Ballistic X, 175 cm hosszú, 3-10 grammos a kis pálca, valószínűtlenül vékony, hajlékony, de nagyon jól lehetett vele érezni ezt a kis halacskát, szóval hát erre találták ezt ki, és ez a Rapala UL Shed 4-es típusjelzésű wobblerecske, ami a múltkor is hozott már nekem itt egy-két kősüllőt, úgyhogy próbálkozzunk, hát ha jön még. Kis bottesztelős filmecskének indult ez a videó, de így akkor akár egy jó kis kősüllős film is keveredhet belőle. Egyébként rendkívül jól lehet érezni a műcsalinak minden rezdülését, ahogy a méretölő wobblert húzom a fenéken, kocog a terelőlapka ezen a kövezésen. A legapróbb egyenetlenséget is érzem a csuklómon. Hihetetlenül érzékeny. Sokkal érzékenyebbnek tűnik nekem, mint a Dragonom, de a Dragon az egy 10 grammos ProGuide X-em, a kedvenc botom, az egy egészen más karakterisztikájú holmi, az egy feszesebb, ehhez a bothoz képest szerintem jóval erősebb bot is. Tehát, hogyha UL és UL között különbséget kell tenni, akkor ez mindenképpen százszor finomabb ez a kis ballisztik pálca, mint a ProGuide X botom. Hogyha két botot így megnézzük, ez egy 1-10 grammos pálca, szóval szemmel láthatóan sokkal merevebb, keményebb, erősebb, feszesebb ez a ProGuide X, mint a Ballistic. Hát más karakter. Én mindig is úgy voltam vele, hogy szeretnék egy olyan UL ultralight pecát, amit monofil zsinórral használhatok, bocsánat, elnézést. Pontosan erre a pecára, tehát egy kis kősüllőzés, domolykózáshoz. A monofil
zsinort én szeretném a jövőben erőltetni. Hallottam pro és kontra ilyen és olyan véleményeket a fonott zsinór használatával kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy én nem fogom elvetni. Mondjuk a fonott zsinór használata mellett egy ilyen vékony kis szereléssel is szerinte, hát szinte a felszerelés mértékéhez képest szinte bármekkora hallal el tudunk bánni. Azért a monofil zsinór használatával ez azért erősen lekorlátozódik. De vállalom, mert szerintem sokkal több kapásom lesz monofil zsinórral, mint ezzel a fonott Power Pro-val, amit egyébként nagyon szeretek, és a fluorokarbon előtéttel. Azt hiszem, hogy akasztottunk egy másik alatt. Láttátok a kapást? Hogy mennyire hirtelen, erősen lehetett érezni. Jaj, de jó ez a bot, és még egy kősülő. Még egy köves. Hát úgy látszik, hogy ez a tesztelő film, ez egy kősülős peca lett. Ki is akadt. Őt is lefényképezzük gyorsan.